But you gotta be there for me too. Sziasztok, március hónapjában annyi jó dolog történt velem, amikor nem vlogoltam, de úgy éreztem, hogy elő kell kaptam a kamerát, ezt meg kell örökítenem, ha csak magamnak vagy bárkinek, és gondoltam, ha már ennyi felvételem van, csináljunk egy márciusi legjobb pillanatok vlogot. Én most összeraktam nektek minden izgalmasat, ami történt egy nagy márciusi vlogban. Írjátok meg, hogy nektek ez hogy tetszik, mert én nagyon szívesen csinálok ebből sorozatot, akár minden hónapban tudok. Ezen kívül pár érdekesség, amit kimaradt, heti vlogoltam egy héten, tehát a márciusnak csak 3 hetéből maradt, azt itt megtekinthetitek. És ezen kívül volt egy YouTube Rewind forgatás, ami érdekelt titeket, arról meg egy külön mit tettem, a vlogot csináltam, de ezeken kívül mindent itt megtaláltok ebben a márciusi legjobb pillanatok vlogban, és hát nézzétek! Figyeljetek, az volt, hogy a Dorcsival itt van. Hol voltunk? Ja igen, a Mamutban voltunk, mert a Pirexbe akartunk bemenni valamire, és én megszóltam, hogy annyira mindig is álmom volt, hogy legyen még egy lyuk a fülemben. Tehát mindig is akartam, de végül soha nem csináltam. És mondtam, hogy próbáljuk meg, hát ha lehet, és az ottani Klerszben nem lehetett, tehát átjöttünk a West End-es Klerszben, mert már 8:30 van egyébként. És most kilövetjük mind a ketten a fülünket még egyszer. Én nagyon félek, én 6 éves korom óta ilyet nem csináltam. Nekem egy traumatikus élmény neki volt 6 évesen, szóval... Ja, igen. De nem, amúgy. Jó lesz. És én egy kis ezüst csillagot fogok ide, a Dorcsi meg egy kis pöttyöt. Ami azért vicces, mert én először a pöttyöt néztem, kitte meg a csillagot. Na jó, én most már tényleg nagyon félek, mert én már nem emlékszem, hogy ez mennyire fáj. Fogom mérem neked, és 3-ig fogok számolni, és kimondom, hogy rom, akkor fogom belőle. Jó lesz? Igen. Úristen, rom! De ne nézz! Jó van? Úristen, jó, de nyugi, ne izé, nem mocorog. De rossz hangja van. Kész? Igen. Fájt? Akkor, de nem, tényleg nem vészes, akkor azt hiszed, hogy most nagyon fog fájni, de elmúlik. Hú, most már én is izgulok. Köszönöm! Na kész van, itt van az enyém, a Dorcsinak is mind a kettőnknek pont látszódik, és el se hiszem, ezt egy fél órája találtuk ki, és most már itt van, ezt imádom az ilyen spontán dolgokat. A következő klip sorozat egy kis magyarázatra szorul, meghívtak engem a 3D Budapest Gallery-be, hogy elmehetek pár barátommal csak úgy kipróbálni, megnézni és elmondani róla a véleményem, nem szponzorált meg semmi, és én... Nem, megmondom őszintén, nem nagyon néztem meg, hogy mi ezt gondoltam, egy jó program lehet a barátaimmal, nem csak az a szokásos este elmenjünk valahol, stb., hanem csináljunk is valami jót. Azt hittem, kulturálódunk, ez ami galéria, tuti festmények lesznek. Odaértünk, és jött a nő, és mondta, hogy na most elkezdek titeket fotózni, és mi néztük, hogy mi van? És kiderült, hogy ez egy olyan hely, ahol színes falakon képek vannak, és nekünk kell bepózolni elé, és különböző fejeket vág, és különböző szituációkba beleképzelni magunkat. És mi a Dorcsival egyszerűen elkezdtünk szakadni. Az első negyed órát csak szakadással töltöttük, mert annyira vicces volt, hogy mi teljesen másra számítottunk, és most hirtelen egy ilyen szituációba kerülünk. Jaj, de jó. Olyan hideg, mint valami...
Nem tudtam mire hasonlítani, de nagyon hideg. Olyan. Emlékeztek, amikor ennek a vlognak, amit most néztek az elején, csináltam egy kis fülpiercinget, na most fogok két másikat csinálni. Azóta nézegettem, és úgy sokkal jobban tetszene, itt lenne három, itt pedig kettő, ezért még kettőt csináltatok. És hát igen, ez a márciusi hónap nekem sok változást hozott, most csináltam három piercinget és egy tetkót, amit a heti vlogban láthatok, ami kicsit ketté vágta ezt a márciusi legjobb pillanatokat, de menjünk piercinget csináltatni. Na képzeljétek, kész vagyok, és nem lehetett videózni. Kérdeztem, hogy videózhatom így csak magamat, és mondta, hogy nem. Először azt hittem, hogy ironikusan beszél és viccel, aztán mondta, hogy tényleg nem. De íme itt van, ez az egyik, ez a másik, most nem tudom mennyire látszik, egy kicsit még piros, de egyébként nem durva. Na sziasztok, ma itt vagyunk egy fotózáson, sziasztok. Ferivel és Dórival, akinek az Instáját mindenképpen kövessétek be, ide ki fogom írni, és itt vagyunk... Csinálj. És itt vagyunk a fűvészkertben, ami annyira jól néz ki, arról is mindjárt mutatok pár képet. És igen, ennyi. Nem, mert annyira... Te vagy. Oh, mert, hogy pont felvettem ezt a bókot. Tök egyedi, ahogy csinálod, és így dumálsz, és figyeljetek, akkor most ide berakom, és annyira egyedi, te tényleg olyan szerethető a karakter. Annyira köszönöm szépen. Eskü nem emiatt indítottam a kamerát, hanem a növények miatt. De nagyon szóval szépen. Szóval ez itt a fűvészkert, hogyha igen. Nem láttátok éppen, két kamerával dolgozunk. Igen, úgyhogy. Ez itt a kaktuszos szoba, vagyis hát nem szoba. Üvegház. Ez szerintem nem is a márciusom, ez szerintem az egész négy évem egyik legjobb pillanata. Már azóta, hogy gimibe mentem, arra vártam, hogy egyszer legyen egy társas játék estünk, ahol tényleg azzal töltjük az estét, hogy társasozunk, és ez eddig soha nem jött össze. Mindig ilyen bulisztunk, vagy házi buli volt, vagy elmentünk valahol, vagy kocsmászunk, és soha nem jött össze. Párszor megpróbáltuk, és mindig elkezdtük magyarázni a játékot. Jaj, kocintunk! Dénis! Mark és a Dicsi. És a mai este meg társasozunk, és tényleg csak azért gyűltünk össze, hogy társasozzunk, és már egy játékot elmagyaráztunk nekik, mert mi a Renivel, Reni nem tudom most, mi a Renivel imádjuk a társasjátékokat, és most megtanítunk nekik párat, és már az elsőt sikerültesen elmagyaráztuk, és játsszuk is, és akkor ezt most megtudom. És tetszett is nekik ráadásul, és a Dicsi megnyerte. Na itt a játék, ez a babos, ez nekünk ilyen gyerekkori nagy kedvencünk, és hát tulajdonképpen ennyi. De és most rizikózni fogunk, amit a Reni annyira nem szeret, de tuti, hogy meg fog szeretni most. Én érzem. Most elmagyarázom azt is, és azt tuti, hogy tetszik. Az már nem tetszik jó. A tábla. A rizikózom, most a Reni jön. Tuti, eddig mindenki jött, engem támadott. Mindenki. Uh-huh. Jó, akkor én meg akarom itt támadni, Dicsi, ezt a szerencsétlen területedet. De most tényleg elmenekülsz? Mert miért lenne jó, hogyha... Hát egyel semmi esélye, de nem tudom hány ellen. Három. És akkor most így bevonulhatok? Na, Reni támadja a Dücsit. Én szerinted hárommal támadja? Igen, az a baj, muszáj hárommal, mert... Bánában megküzdnek, hogy megküzdnek. És akkor egy meghal. Na jó, tovább. Olgán, vissza oda. Ez kumpa jó. Ugye, és ilyen érzed az adrenalin, mire egyet... Én ebben jó vagyok. De olyan négy, de ne szivassatok! Hagyd, te ne szivassatok! Akkor egy utolsó dugó. Hatot, tessék. Jó. Na, csüss. Nagyon intensz, tényleg. Egyébként mindig ez van a rizika, vagy brutális. Úgyhogy ez ilyen kapcsolatokat tesz tönkre szerintem ez a játék. De én küzdök az utolsó kis bábujaimmal. Sziasztok, rövid story time az életemből. Szombaton éjszaka, ilyen hajnali 1-2 körül, már mondtam, hogy már készen álltam pizsiben, fogat mosva, stb. Mondtam, még egy videót megnézek, aztán megyek aludni. Na már most ez az egy videó, az egy olyan videó volt, ahol valaki egy lébőjt kúrát tartott, és csak gyümölcspréssel, gyümölcsleveket, vagy meg zöldségleveket ivott x napig. És mondtam, hogy basszus, nekem miért nincsen gyümölcsprésem, és én tiszta ideges lettem. Nekem kell egy gyümölcsprés, nekem eddig hogy nincs gyümölcsprésem. És hajnali egykor beírtam, hogy gyümölcsprés ár, és elkezdtem nézelődni, és találtam egyet, ami átlagosan ilyen 15.000 forintba került egy gyümölcsprés, találtam egyet, ami 18-ról 8-ra le volt értékelve, mondtam, ezt nem hagyhatom itt. És beírtam gyümölcsprés, házhoz szállítás, és ma hétfő reggel van, és arra keltett a futár, hogy itt van a gyümölcsprésemet. Tehát ez tényleg ennyire gyorsan működött, hogy itt van a gyümölcsprésem, és most ezt unboxingolom veletek, mert szerintem ez egy márciusban viszonylag jó dolog nekem, hogy végre van egy gyümölcsprésem.
ezt nézzétek! Ez arra van, hogy ki lehessen takarítani. Ez arra van, hogy ide lehet beleönteni az innivalót, és innen fog kijönni a cucc, és ide jön be az innivaló. Akkor én szerintem most felaprítok céklát, répát, narancsot, és még amit találok, és utána préselünk. Most először is betettem vagy 3 céklát, és akkor próbáljuk meg. Nézzétek, jön belőle! Pillanat, a cékla, répa, narancs, vérnarancs, gyömbér, citrom, kiwi van ebben a csodában, és kóstoljuk meg. Isteni, úristen, úristen, de jó! Nagyon örülök neki, most már présgépem is van, ez a március hónap valami csodálatos. Na, tehát szerintem ezt a márciusi legjobb pillanatok videót egy elég izgi dologgal zárom le. Itt vagyunk a videós gálán Rékával, szokásosan már a harmadik vlogomban, és szerintem ez már tényleg a harmadik, negyedik vlog, amiben benne vagy. És igazából itt vagyunk, mi most itt ülünk az ilyen tévés résznél, tehát mi a tévéből fogjuk látni a gálát, de aztán felmehetünk az Elite Ganghez. Kezdődik! Nézzétek, tetszik, nézzétek a videós gála jelenetét. Írjátok meg, hogy tetszik nektek ez az új formátum, és nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, ha még nem tettétek volna meg, iratkozzatok, fel légy szíves, egy csengőcskét is meg tudtok nyomni, és akkor értesítést is kaptok, ha kiteszik egy videót. A mai napi emberkém Kinga.király, aki bekövetett az Instagramomon, ha te is szeretnél egy ilyet, kövess be valamelyik Instagramomon, Vekhandori és Vekhodori, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, találkozunk legközelebb, sziasztok! Get all the shit aside.